Köhögés, elhúzódó láz, az elmúlt időszakban a legtöbben ezekkel az influenza-szerű tünetekkel keresték fel a tolnai házi orvost. Dr. Barna Györgyi azt mondja, volt olyan nap, hogy közel 100 beteget vizsgált meg. A tapasztalatom szerint, mintha egy picit változott volna az influenza lefolyása maga. Tehát ezek a klasszikus magaslázas, nagyon-nagyon köhögős, nagyon elesett állapotú betegek, egy picit, mintha nálunk legalábbis, mintha változtak volna. A köhögés az nagyon tipikus, a hosszú elhúzódó köhögés, viszont ezek a nagyon-nagyon magas tartós lázak, ezek nem annyira jellemzőek. A házigorvos szerint azért olyan magas a megbetegedések száma, mert amíg mindenki maszkot hordott, kevesebben fertőzöttek meg. Én biztos vagyok benne, hogy ezzel is összefügg, meg abban is biztos vagyok, hogy ezek a fertőzések is sokkal kevesebb, vagy kevésbé terjednének, hogyha hordanánk maszkot, úgyhogy a Covid idején biztos van szerepe. Emellett, bár nem olyan agresszív, még mindig jelen van a Covid, továbbá a légúti úriássejtes vírus is zajlik, ami alapvetően egy enyhe náthához meghüléshez hasonló betegség. A szakember elmondta, hogy odafigyeléssel talán elkerülhető a megfertőződés. Javasolja a tömegek kerülését, illetve a maszk használatát. Ezen kívül fontos, hogy sokat legyünk a friss levegőn, és mindenki fokozottan figyelje oda a C és D-vitamin pótlására.